Mátyás vagyok, Uszódi ütenyésztő. Ütenyésztéssel 1995 óta foglalkozom életvitelszerűen, de gyerekkoromban is már szüleim ütenyésztő gazdaságának minden munkálatába bekapcsolódtam. Három juhfajtát tenyésztek az Uszódi telepemen, Magyar Merinót, Berison Düsel és Ildefrenc fajtákat. Mindhárom fajtának megvannak az előnyös tulajdonságai, ezeket próbálom minél magasabb szinten kihozni belőlük. Jútenyészetemben 850 darab anyajú van, ezeknek a szaporulata, illetve továbbtenyésztésre meghagyott gyerkék, amely ilyen 130-170 darabot tesz ki éves váltakozásban. Minden állatom törzsbeli minősítéssel rendelkezik, és ezáltal óriási munkát jelent számomra és családom számára az adatok rögzítése. Az egyik legfontosabb eszköz, amivel dolgozunk, az itt mellettem látható TruTest mérlegagy, illetve hozzá kapcsolódó csipleolvasó. Ezek nagyban megkönnyítik a munkánkat, mivel állatainkat évente többször is minősítjük. Ugye kell egy báránykori növendéksúlyt mérni az állatoknak, kell mérni egy növendékkori súlyt, éves kori súlyt a minősítésnél, és ez mind-mind megterhelő fizikai munka. Nagyban segíti a munkánkat ez az eszköz. A mérlegagy és a csipleolvasó bluetooth-os módon össze van kapcsolva. Amikor mérjük az állatokat, akkor felhelyezzük az állatok a mérlegre, csipleolvasóval leolvasom a fülébe behelyezett csipet, amelyet a mérleg agya automatikusan rögzít és hozzárendeli az állatnak a súlyát. Korábban, amikor ezeket a munkálatokat végeztük, akkor minden egyes állatnak a totáliáját meg kellett tisztítani, hogy a számot vizuálisan le tudjuk olvasni róla. Utána feltettük a mérlegre, a mérleg által kimutatott súlyt papíron rögzítettük az állat fülszáma mellé. Ez az eszköz automatikusan elvégzett a munkát helyettünk. Második generációs eszköz, ami itt van mellettem, korábban a TruTest Easyway 5-össel dolgoztunk, amelyet egy korábbi pályázatban sikerült megvásárolni. Ez már az 5-ösnek egy továbbfejlesztett változata, ez a 7-es. Annyival különbözik, hogy itt a csipleolvasón manuálisan is tudunk fülszámokat rögzíteni. Ennek akkor van jelentősége, amikor esetleg valamelyik állatom elhagyja a csippes totáliáját, és még nem pótoltunk, akkor nem akadályoz a munkában, mert kézzel beütjük a használati számát, és ugyanúgy a rendszer rögzíti. Nagyon szeretjük ezt az eszközt, csak ajánlani tudom mindenkinek. Szeretnénk fejleszteni még a rendszerünket tovább. Amikor az állatokat termékenyítjük, akkor ugye háromszerű párosztatás van a tenyészetünkben. Ezáltal, ha a csipleolvasó rész tovább lenne fejlesztve egy olyan rendszerrel, hogy beprogramoznám a háremeket, vagy a háremben lévő állatoknak a fülszámát, és automatikusan egy válogató kapu segítségével a rendszer szétcsoportosítaná az állataimat.